Na, köszöntök mindenkit! Csá! Bekapcsolódott végre az előadás, elindítom a játékot. Hamar ezt csak így lehet futtatni valamiért, ilyen, megint ilyen teljesen ortopéd körülmények között lehet majd játszani vele. Ellenőrzöm gyorsan, hogy a hangbeállítások működnek, és akkor végignézzük ezt a minimális cuccot, amíg itt kalibrálom. Küzdelemmel, harcokkal és problémákkal teli évszázadok után az emberiség végre észretért és létrehozta a 7 volt éves Egyesült Föderációját, az UFSC. Úgy döntöttek, hogy a Föderáció minden tagja összeadja a hadseregét, így egy közös erő jön létre, amely képes szembenézni esetleges konfliktusokkal és megvédi az egész földet. Ettől kezdve nem volt lehetséges, hogy bárki saját egyéni céljaira használhasson fel bármilyen hadsereget. Az UFSC első közös hadművelete 2018. augusztus 21-én zajlott. Ekkor lelőttek egy meteor. Ez kissé parás. Amely az egész földet veszélyezte. Ezen a napon egy nagy hatósugarú rakétát lőttek fel, ami megsemmisítette a meteoritot. Ez az akció méltóan demonstrálta az UFSC erejét, és jócskán megnövelte. Kirakni az űrbe. Most más lesz a kép, a játék. Betöltök egy random pályát. Mert szerintem a játék végső képét itt akarom csak bevetíteni. Nagyon-nagyon minimális kép lesz majd. Most rajcsokat fogok itt állítani ezen. Kb. Így. Anyát! Ez ilyen. Odébb is kell majd tolni. Kb. Itt foglal helyet a játék, nézzük csak meg. Ó, már belelógnak az épületek, hát azért még itt lehet egy kicsit módosítani. Tán így. Így mit élek át vajon? Látszanak vajon itt a dolgok? Az Advancer eltűnt. Na ez már para. Oké. Okay. Most tolom erre sokat. Kb. Ennyit. És akkor most mi lesz vajon? Az Advancer eltűnt. Tehát nem vágom, egyébként szívesen fogadok tanácsokat OBS szakértőktől, akik... Még egy kis fa hiányzik alulról. Egy OBS szakértőtől elfogadnék információkat arról, hogy hogyan kell ezt itt normálisan megcsinálni. Az Advancer eltűnt. Most kíváncsi vagyok. Ne. Megint ott van egy undorító rohadt nagy felirat, mint ilyen üres, fekete sáv bal oldalt, még egy kis fa még mindig hiányzik. Kb. Ennyi. Ilyen volt akkor a felbontása a számítógépeknek. Ez volt a képességük. Na, remélem. Most meg kilóg a cucc egyik oldalon. Kicsit mehet balrább. Csak összejön. Kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük. Mindig csomó hiányzik a jobb oldalról. Viszonylag. Lehet, hogy egy kicsit most belóg majd az epilepszia. Témakör. Még csomó jöhet. Közben egyébként lehet, hogy lerombolnak most, de... majd megbosszulom. Még ennyit. Rendszer eltűnt. Korrekt, most már kicsit belelóg az epilepszia, egy nagyon picit visszaviszem. És akkor jó lesz, akkor kb. Megelégszem. Meg hát még azért lehetne itt trükközni így ennyivel. Az
Advancer eltűnt. Nagyon-nagyon ortopéd körülmények között játszunk ezzel, de muszáj játszani ilyen játékokkal, lehet, hogy megölnek. Most. A Advancer eltűnt. Még kicsit. Csak nagyon minimálisat kell itt mozgatni rajta. Advancer eltűnt. Alakul, még egy kicsit. Dolgozom rajta, hogy még jobb legyen. Szépen tudom mutogatni itt a területet. Majd látom. Na, jónak tűnik, most lehet, hogy szétugrik egy kicsit a kép így a főmenüben. Csá, Warrior Mall! Csá, Zsanett! Ja, hát kb. Ennyi maradt a képből. Ilyen a főmenűnek a felbontása, most itt lehet látni. Na mindegy, kezdjünk egy új játékot, ez a helyzet. Tehát a State of War-ral fogunk játszani. Ez egy régi, kedvenc stratégiai játékom. Annyit játszottam, hogy az orvérzés, és most itt ezt be fogom mutatni, össze-vissza fog változni a felbontás, de senki ne ijedjen meg, kapcsoljátok be a biztonsági övet, és akkor van ilyen szöveg, hogy a játék ezt a király. Egy teljesen random felbontású átvezető videócskát. Hát ez egész tűrhető. Még jól is néz ki ebben a felbontásban, és megjelenik a játék képernyőn, most már remélhetőleg teljesen jól beállt. És akkor el kell kezdeni itt dolgozni először is, ezen a pályán azt kell csinálni, hogy itt vannak ezek a tankok, amelyek atombombát tartalmaznak, ezeket szépen rá kell robbantani az ellenségre. Aztán persze majd ezzel a kis csávóval is ezt leszedjük. Most nem tudom, hogy szól-e a zene. Nagyon minimálisan szól a zene, ezen állítanom kell sajnos. Mert a zene az fontos paraméter a játéknak. Egy pillanat, tesztelem a hangot. Teszteltem a hangot. És hát... Majdnem úgy maradtam, hogy hallgatom a zenét, mert ennek a játéknak nagyon tetszik a zenéje. Ezt ajánlom mindenkinek megértő figyelmébe, itt közben durrantok mindenfélét, érdemes megfigyelni a grafikát, hogy milyen kis bájos. És akkor lehet, hogy ide robbantom a következőt. Röpcsi az itt lezúzza ezt a kis épületet, aminek hatására itt nagyon egyszerű a játék, tehát balta egyszerű régi játékról van szó. Ha ezt az épületet birtoklom, akkor gyorsabban jönnek ki a gyárakból a kis tankjaim. Itt egy gyár.
Ezt a gyárat megszerzem a zöld ellenféltől azáltal, hogy lezúzom a pibe, olyankor, amikor lezúzom a gyárat, akkor átalakul az én gyárammá, és így lehet haladni előre itt robbanás lesz. Hát, ez király volt! Sajnos az ellenfél védekezik, ezért felhúzott ide egy ilyen kis tornyot, ami elkezdte lecsipegetni az egységeimet, hát amikor először játszottam ezzel a játékkal, még nem mikróztam, nem ismertem a StarCraftot, de most már ügyelek arra, hogy a beteg tankok hátul maradjanak, ezzel javítani lehet az esélyeket. Vannak kifejezetten mikróra épülő pályák ebben a játékban. Na hát ez a helyzet, hogy most ezzel is fogok játszani, mert ez a kedvenc játékom, még egy valamit ellenőrzök egy pillanat. Jól van, mehet tovább, és akkor elkezdek keményen dolgozni. Ezek az első pályák, ezek még mondhatni pudingok. Nem szakadok meg. Szépen birtokba veszem ezt a bázist. Innentől kezdve pedig gyűjteni fogom az egységeket, és harcolni is fogok tudni majd. Érdemes kihasználni némely esetben a tornyok és a tankok eltérő hatótávolságát, és majd nagyon sok érdekes egységet lehet majd látni. Na, úgyhogy elfoglaltam. Ez a helyzet. Ide gyűjjenek ezek a tankok. Az Advancer, ez a kis röpcsi, ez képes elfoglalni épületeket, meg fejleszteni, valamint gyógyítani is, hogyha szükséges. Tehát, hogyha ezek az ágyuk itt betegek, akkor ott egy ilyen kis csavarhúzóval lehet gyógyítani őket. Nagyon pompás. Kifejlesztem ezen a gyáron a kettes szintű gyorsítást, így kétszer olyan gyorsan fog majd termelődni az egység a gyáramból. Elfoglalom ezt. Ez egy légvédelmi torony, az Advancer ellen ilyeneket szokás hozni, ez lő a levegőbe sajnos, úgyhogy azt kell először elfoglalni. Tankokkal kicsit megtámogatom ott az Advancert, hogy földön is azért haladjunk. Ugye itt az ellenfélnek vannak gyárai, és ezeket küldi mindenfelé. Ez a gyár, ez ide termel, ennek itt van a gyülekezési pontja, ezek a tankok majd felveszik a versenyt ezekkel, ezek a lángszórók, nem sok tank van egyébként, de ezeket majd szépen be fogom mutatni. Nagyon kis chilles játék, sokáig lehet itt bohóckodni, úgyhogy szerintem kifejezetten alkalmas az ilyen streamekhez. Nagyon szeretem az ilyen játékokat, ott van a pénzem, hogy mennyi ágyút tudok építeni, az körül pénzbe 201 ilyen ágyú. Elfoglalom ezt az épületet. Rengeteg pálya van, hát 20-valahány pálya van. Ez az első pályák között van, mindig három pálya, három fronton lehet egyszerre harcolni, tehát hogyha egyik pályával bajod van és elakadsz, akkor még van kettő, ahol lehet haladni, és talán ifletet kapsz, hogy hogyan tudod lezúzni a másik frontot. Ezek a pályák, amiken most játszom, ezek nagyon alapszintűek, nagyon minimálisak. Majd lesznek írtózat brutál pályák is, amelyek nem fognak sikerülni. Úgyhogy cheat kódokat is fogok használni, erre szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét. Van itt egy tank, ez a tank ez képes lőni az Advancert, viszont csak az. Tehát ez egy különleges tankfajta, itt nézzük milyen tankok vannak. Ebben a gyárban csak és kizárólag lángszórósokat gyártanak, ez rövidható távolságú, nagy élettel rendelkező egység. Ebben a gyárban sima ágyút, amit ilyen sima tankot gyártanak, ami lövöldöz földre, meg egy olyan tankot, ami két rakétát lő ki a levegőbe. És persze vannak ezek a tüzérágyúk, nekem ilyen gyáram van, amiben ezt a csöves tankot állítják elő, ez ballisztikus golyókat lő ki. Itt egy lángszóró, ennek sokkal nagyobb a hatótávolsága, ez pedig több élete van sokkal, viszont meghal lassú. Minden tanknak, amit látható, látszik, hogy van egy alváza. Van rajta ilyen kis tank, meg ilyen kis lánctalp, ugyanolyan alváza van, mint ennek a másik tanknak, meg ugyanolyan, mint ennek. Ezeknek is több ugyanolyan alvázuk van. Háromféle alváz van a játékban, ez a könnyű alváz. Van a közepes alváz és a nehéz alváz, és mindegyik alvázra egy másfajta, ugyanilyen típusú, csak erősebb löveget tudnak szerelni. Ezek majd később lesznek érdekesek. És lesznek majd még ilyen további képességeim, amit
tudom, én rakétatámadást tudok dobni, vagy bombatámadást, vagy egységeket tudok ledobni a térképre. Tehát nagyon jó játék lesz ez, én úgy érzem, tudom. Kicsit menjünk közelebb ehhez a gyárhoz. Nem sokára elfoglalom ezt az épületet, addig hallgassuk a zenét. Megsemmisítettem sikeresen ezt a tankot, az megölte volna szerintem mind a kettőt, ha oda ment volna. Ide erősítést küldeni. 5 tank, ez képviseli az erősítést. Szerencsére a bázisomat nem támadják, ebben a játékban nincsen olyan nehézségi fokozat, a játékot. A pályák nehézsége dönti el, hogy milyen nehéz, tehát fokozatosan nehezebb pályák vannak, de ugyanaz a fokozat mindig. Na most, hogy ezt megszereztem, lángszórókat leszek képes gyártani, valamint szövetséges épület közelébe ágyutornyokat tudok elhelyezni. Az ágyuknak hatósugara van, és ezáltal szépen apránként le lehet zúzni az ellenfelet. Ez egy trükk, amit majd később alkalmazni kell. De... most ez van. Lángszórós ágyus tankok odajöjjenek. Ezek itt meg is állhatnak, ugyanis itt van egy épület. Rengeteg ágyúval van felszerelve itt mellette. Ez az épület egy aranybánya, ezzel lehet pénzt szerezni, pénzt pedig ágyukra lehet költeni. Amikor ezt mondja, hogy az Advancer eltűnt, akkor kell nyomni a plusz gombat és az Entert, és akkor az Advancer a képernyő közepére ugrik. Lehet itt egy kicsit trollkodni, hogy itt lezúzom ezt a tornyot az Advancerrel, ha már úgy sincs semmi dolga. Tök jól állok, amúgy. Lehet, hogy ugye megdöblik. Ha az Advancer megsemmisül ebben a formában, akkor a főépületen éled újra minden alkalommal. Lesz majd olyan pálya, amikor több főépület lesz, és több Advancer lesz elérhető. Vannak épületek, amelyek fölé oda van írva, hogy műholdas védelem, azokat nem lehet Advancerrel támadni, amint az Advancer meg akarja támadni, egy lézer sugár az űrből lecsap, és megsemmisíti ezt a repülő egységet. Szép lassan fogy az aranybányának az élete, amint ez az épület átalakul, ezek az ellenséges tornyok elkezdik támadni, és megpróbálják visszaszerezni, hát... lehet, hogy pár alkalommal gazdát cserél majd ez az aranybánya itt a játék során. Nekem most a fő célom az, hogy ezt az épületet is megszerezzem. És akkor földön gyakorlatilag csak nekem lesz mozgatható seregem. És azonban az Advancer élete fogytán van. És ez egy nagyon jó torony. Talán ebben a formában itt majd győzelmet akar adni. Elfoglaljuk az épületet. Aranybánya, ez minden másodpercben egy. Vagy két aranyat szolgáltat. Szerencsére ezen az épületen nincsen műholdas védelem. Meg is állhatsz egy kis csóka. Advancer, az kapja le azt a tornyot. És pont beszívta. Szarügy. De mindegy, szép lassan most már a tornyot szedjük akkor. A tankoknak az, hogy mi alapján választják ki a támadást, célpontját, az úgy történik, hogy először ellenséges tankokra lőnek, aztán ellenséges tornyokra lőnek, aztán pedig épületekre lőnek. Persze meg lehet kérni a tankokat, hogy erőltetett támadást toljanak, ezt meg kell nyomni a Ctrl és az Alt gombot egyszerre, és akkor ez a pörgő célkereszt jelzi azt, hogy csak arra az épületre fognak támadni, amit ott kijelölök. Szivacs. Meghalt egy tank. Érdekes módon, hogyha a tank meghal, lerobban a kis ágyúfeje, vagy nem tudom, a kis lövegtornya.
az repül egyet a levegőben, és a becsapódó lövegtorony is sebzi az egységeket. Szövetségest is, meg az ellenfél egységét is. Folytán van az aranybányám élete, hát nincs lehetőségem sajnos meggyógyítani. Itt lehet trükközni, mert hogy ezeknek a tankoknak a hatótávolsága nagyobb, mint az ágyuknak. Lehet, hogy akkor elkezdek itt egy minimális trükközést betolni. Úgy tudom, hogy már nem. Sokkal nagyobb a hatótávolságuk ezeknek a... Tehát ezeket pont erre kell alkalmazni, ezeket a tankokat a tornyok ellen szokás alkalmazni. Remekül lehet vele úgy szedni az ellenfélnek a tornyait, hogy az nem tud visszalőni. És akkor lehet ilyen tüzérvonalakat kialakítani. Közben itt az Edmondson dolgozik, keletkezik négy lángszóró, de az... Csehért vagyok. Ezeket pajzs egységnek szoktam használni a lángszórókat, mert azért kicsit csebeznek. Na, arra szóljunk előrébb. Lehet, hogy tudok utánpótlást hozni. Hogy ne? Szépen kitisztogattuk itt a területet, lehet, hogy már meg is tudom menteni ezt az épületet. És hülye ágyú ennek hal. Új torony alkalmazható. Már is van pénzem új toronyra. Erről voltak a torony. Borzasztó kellemes. Jaj, és már is van egy maradandó aranybányám, ez nagyszerű, jön az utánpótlás, kicsit itt bejövök. Edvenszerrel azt is lekapom, ez kapkodja le továbbra is. Hát itt már van kis veszteség, mert szarok a mikróra, de igazából meg lehetne oldani azt, hogy ne halljanak meg. Tehát úgy is jön maradandóan végtelenítve. Na hát itt lesz egy kis kegyetlenség, mert ezeknek a tornyoknak már kb. Ugyanakkor a hatósugara, mint ezeknek a tankoknak. Tehát ezeket már kicsit nehezebb lesz lecsipegetni. Szerencsére az Edvenszer majd itt lesz és segít. Edvenszer az jó móka. Hosszatlan halál. Halál távolság, de úgy látszik, hogy még azért ide lehet jönni. És a játéknak a célja természetesen az, hogy leromboljuk az ellenségnek a főépületét, amely műholdas védelemmel van ellátva, tehát az Edvenszer nem piszkolhatja be a kezét. Úgyhogy vannak olyan pályák, ahol az a küldetés, hogy minden épületet el kell foglalni, az kicsit nehezebb, van olyan pálya, ami időre megy. Tehát ezeket majd lehet, hogy a közeljövőben tapasztalni fogjuk. A zsírkirály meghaldott egy gyár, átállt hozzám. Látható, hogy ott van egy könnyű légvédelem, ezt ki kéne fejleszteni az Edvenszerrel. És akkor közben lehet zúzogatni ellenséges bázist, megy le az élete, és akkor nem sokára győzelmet aratok ezen a szintéren.
meghal az ellenség és épület, közben itt már termelődnek a fajta tankok. Nem örülök neki. De már nem lesz rá szükség, itt a kis térképen lehet kattintatni, és akkor látszik, hogy hogy állnak a dolgok. Elvileg lehet ezt puti térben is játszani, de ez sosem fog kiderülni. Tényleg lehet-e. Na! Sikeresen végrehajtott küldetés. Úgy bizony. Pillanatra kikapcsolt a monitorom, na mindegy. És akkor itt kiírta az eredményeket, és akkor lehet tovább menni. Látható, hogy egy új map szabadult fel, ez már 3-as nehézségű, de hát haladjunk a könnyűekkel, kezdjük itt az 1-es nehézség pályával. Kicsit random a felbontás, de annyi baj legyen. Hát ez volt az a pálya, amivel már találkozhattunk. Ez egy közepes gépgyár, ezzel már a közepes szintű alvázzal rendelkező tankokat is le lehet gyártani. Ami hallatlan jó. Első, amit tenni kell, egységeket ide kell rendelni ehhez az épülethez. Ez az épület egy laboratórium. Ebben villanykörtéket állítanak elő, és a villanykörtével lehet fejleszteni a tankokat. Minél több villanykörté van az embernek, ezt a villanykörtét itt számolja a rendszer, 400 villanykörtén van. 400 villanykörte azt teszi majd lehetővé, hogyha 500 lesz, akkor ezt a tankot, vagy ezt a tankot átalakíthatom a közepes, vagy közepes szintű tanká. Ugye most alapszintű tankok jönnek itt kifelé. Természetesen kaptam Advancert, nem tudom, hogy az ellenfél rendelkezik ilyen jó dolgokkal. Nem, az ellenfél most nem kapott Advancert, ez nagyon király. Mert ha az ellenségnek van Advancere, akkor arra folyamatosan figyelni kell, ami elrontja az élményt. Hát itt a tankok összeütköznek. Ugye hát sokkal nagyobb fronttal rendelkezem. Ráadásul nekem itt jön a légvédelem. Sokkal királyabb. Az ellenfélnek viszont annyi az előnye, hogy több gyára van. Ebből egy darab jön, abból pedig még egy. Na jó, hát akkor ugyanúgy gyára van, nekem pedig közepes egységeim lesznek. Tehát ezért könnyű ez a pálya, mert neki két gyára van. Nekem pedig egy, viszont közepes egységeket fogok tudni gyártani. Pillanatokon belül elfogy. Jelenleg még semleges, ha fehér színű, akkor semleges az épület, akkor se a zöldet, se a kéket nem szolgálja. De amint ez szint választ, jelen esetben. Egyébként érdekes, hogy az épületekből röpködő repeszek sebzik a tankjaimat, tehát vigyázni kell velük. Hát ezeket a kis tankokat beleküldöm a halálba, mert nincs rájuk szükség többé. Kifejlesztem az Advancerrel ezt a közepes épületet. Tehát mit akartam mondani? Elfelejtettem. Tehát most már egy kék színű, most már nekem termeli ott a cuccot, és most már 450 villanykörte van. Írtokomban itt közben mennek az összeütközések, semmi gond. Még egy kicsit előre nyomulok, itt az ágyukba belehalnak majd az embereim. Sajnos. De nem sokára pillanatokon belül, ebben a pillanatban tudom fejleszteni az egységeimet. Hát ez sokkal erősebb, ennek viszont nagyobb a hatósugara, ágyuk ellen ezt érdemes választani. Ez tankok ellen sokkal jobb. Erősebbet lő, de ritkán. Ez pedig nagyot lő, és gyakran, és messze. Na, itt vannak még ilyen alapszintű tankjaim, azért ezek se gyengék. Úgyhogy csoportosan támadnak azért itt. Megérzik ezek a tornyok a jelenlétüket. De abszolút nem gond. Amint a tornyoknak a támadásom. Cserébe most már közepes szintű harckocsik jönnek ki ebből a gyárból. Ettől a pillanattól fogva itt az első teremtmény. Már 133 villanykörtével rendelkezem, amint újra eléri az 500-at, kifejlesztem a másikat is, és akkor két darab közepes egységgel rendelkezem. Erre jó a közepes gépgyár, hogy lehet benne fejleszteni az egységeket is. Van persze egy nehéz szintű gépgyár. Meg még sok egyéb más, amit majd a szóba kerül, akkor elmesél, hogy mi az. Nem csak tankok vannak a játékban, tudni illik.
Na hát akkor elmegyek az Advancer-rel bohóckodni, hát a főépület közelében nem nagyon, viszont cserébe ide. Lehet gyorsítani a folyamatokat, például hogyha ezt az épületet lezúzom, akkor nekem fog gyorsabban jönni az egység, nem pedig az ellenfélnek. Ezt meg is valósítom most. Szép lassan jönnek előre a nehéz egységek, ugye? Nagyon, hát a gyár az megfelelő sebességgel gyárt. Ezek lassabbak, tehát szépen feltorlódnak, és ez is egy faktor, amit a harcban számításba kell venni, hogy késve érkeznek meg a harcmezőre, viszont utána szép lassan egymás után gyorsabban jönnek, tehát de ekkora távolság van a kettő között, itt pedig másabb között a kettő között. Más a sebesség a tankoknak. Ez a lényeg. Nem tudok tornyokat előállítani. Advancer pedig kilőtték, hát kicsit szarul állok, mert most az ellenfél közeledik, de most már megszűnik a probléma. Megérkezett az első tank a harc térre. Már kemény arc. Mindjárt elérem az 500-at. Technikai pontokból, és akkor fejleszthetek még egyet a tankokon. Ez a kettő kb. Ugyanolyan gyors. Sokkal több élete van egy ilyen tank, ez nagyon jó. Sokkal több is van belőle. Végtelenítve jönnek. Lehet fejleszteni a következő tankot, és megtörténtetett, hogy légi egységeket hozhatok, ezekkel szépen lehet itt támadni. Ez légi támadás, ez olyan, hogy a légvédelem nem tud ellenem itt tenni. Egyből egy ilyen kis területre egy elég nagy támadást le tud tolni, ez a vadász. És akkor ott vannak a csapatszállítók, azokkal lehet egységeket hozni. Térképre itt megsemmisítem az ellenállást vadászokkal szépen. Ellenőrzöm, hogy nincs útban semmilyen légvédelem, itt nincs, ez talán nem üti meg. De az a lényeg, hogy most ide egységeket fogok transportálni. Meg oda. Jönnek a légi egységek, ezek szépen tankokat fognak oda vinni arra a helyre, ahova kértem. Remélem. Ha bevágol, akkor nem rakja le őket. Néha van olyan, hogy nem rakja ki őket pontra. De most szerencsére úgy tűnik, hogy ott kirakja. Ilyeneket lehet tolni, hát vannak olyan pályák, ahol konkrétan szükség van ilyenfajta hadmozdulatokra, meg vezércselekre. Megfelelő helyre kell bombázást indítani, hogy jó legyen. Az Advancer ezt tegyen, vegyen. Ez történik. Ilyen a játék. Szerintem nagyon király. Végrehajtott küldetés. Kikapcsoltam a monitorom, ez nagyon vicces. Kicsit ijesztő, itt látható a gyártott egységek. Ez ilyen számlálók, hát ez tök fals eredményeket mutat, nem szabad egy pillanatra sem megbízni ezekben az adatokban. Jöhet a következő pálya, hát természetesen itt van egy ilyen kettes nehézségű, ez hármas, ez a mikrós pálya, itt tanít meg mikrózni először a játék, ez nagyon jó. Hát legyen. Menjünk el Marokkóba. Ez egy kettes szintű nehézség pálya, valószínűleg a egyszerű sivatagos jelleg. Minimális felbontású, remek kis videó. És kezdődhet is a kaland. Első, amit teszek, hogy fejlesztem az épületeket, amiket lehet, elfoglalom ezt az aranybányát ott mindenképpen, és meg is tartom ráadásul. Sőt, itt több annyira megtartom, hogy oda koncentrálom az egységeimet. Első dolog, ez a gyár, ez a kicsi gyár, ez három darab egységet gyárt, kifejlesztem benne a harmadikat, mert jelenleg csak kettő tud megjelenni.
Azt követően pedig itt egy gyorsítást is ráaplikálok a gyárra. És remélhetőleg majd itt vagy arra teszek szert, aztán pedig itt ezt védem. És ezt is le fogom szúzni innen. Ellenfélnek annyi előnye van, hogy ő egyből hármat gyárt, és neki is van egy rohadt advancer, amit zaklatni fog mindenfelé. Az anyagiakat majd arra kell felhasználnom, hogy ezt a pénzbányát ezt védjem. Oké, közölt velem a játék, hogy tudok új tornyot alkalmazni, ez még azonban nem alkalmas, mert ez nem légvédelmi, a légvédelmi az 400-ba kerül, tehát még várom kicsit. Azt is meg kéne lassan szerezni már. Készül a fejlesztés. Mindenki örül. Napsvihar már elkészült, és akkor itt van, hogy kettes fejlesztés, energiatermelés, jobban jönnek az egységek. Ellenfélnek van egy teljesen asszonytalan légvédelme, tök mindegy, meghal. Majd a kettes és hármas szintű egységek azok elég komolyak lesznek az advancer ellen, tehát ezekből a verziókból, a kettesből már néhány darabka is már elég komoly fejtörést tud okozni. Nehéz szintű egységekből akár egy darab is már komolyan kikészítheti az advancert. Kifejlesztem itt a kettes szintű aranyat. Új torony alkalmazható. És már pusztítja le a tornyaimat, az seggfej. Na, az csak elbukkant a lelkem. Na lássuk, mi történik. Most úgy tűnik, hogy itt a tankokkal elmegyek ide. Advancernek pici élete lement, tehát valószínűleg jön még ott az erősítés, tehát lehet, hogy itt az Advancer el fog bukkanni. Az épület fölött maradok, így az ellenséges advancer nem tud rárepülni az épületre. Remélhetőleg a tankok elfoglalják ezt a bázist. Még mindig nem tudok légvédelmi egységet hozni. Az advancerem élete pedig szép lassan elfogy. Már teszem az ujjamat a plusz jelre. Már hívom is az advancert, aki itt van. Jó, szépen készülnek a tankok, áramlanak előre, fogják a vonalat, megjelent egy pár ágyú. Ez kicsit kellemetlen, de hát ez van. Megpróbálok még egy ostromot ezzel a néhány új modellel. Ellenséges advancer megsemmisült, megjavítom az épületet azért. Hogy ezt az aranybányát most békén hagyja. Új ostrom megindult tornyok ellen, az egy darab torony ellen. Próbálom úgy intézni, hogy igazából leszedjük az épületet, de a tornyot hagyjuk ott. Új torony alkalmazva. Leblokkolom most a tornyot, hogy arra se tudja rászállni az advancer. Nem sikerült. Remélhetőleg kibírja még. Lerombolta a tornyomat, kis paraszt, és kilőtte az advancer-emet, és beszarás. Most akár újabb torony elérhető, meg is van. Pillanatra meg fogom törni a lelkesedését, amit ezt az épületet lezúzom. Nagyon szép a grafika, mondhatni fotorealisztikus. Örömömet lelem ebben a játékban. Bizony. Súlyosan sérült ez az épület. Pillanatokon belül az enyém lesz. Lerombolt a tornyot. Azonban buktam egy tornyot, meg egy advancert megint.
ellenségesen veszel. Ez a helyzet. Most az lesz, hogy hagyom, hogy lelője, aztán lerakom ezt a porrit valahova. Most, hogy ez az épület az enyémé válik, megtámadok az ellenség bázisát. Elfoglaljuk az épületet. Az ebben szerepelhető. Szivacs. Induljon a támadás. Szép lassan. Ezeket a tornyokat majd valószínűleg ide fogom rakni a köré, az épület köré. Vagy inkább e köré, mert lehet, hogy addig a megrendelés lesz is. Az épületre megy rá, meg kell védenem feltétlen. Nem sokára egyébként ezt a pályát is bezsebelem a pi-be. Küldök erősítést a fentieknek, és akkor ez van. Pár tankot azért elbuktam a robbanásban. De annyi baj legyen. Az Advancer eltűnt. Ez majd Móresre tanítja az ellenséges Advancert. Remélem. Még közben egy kicsit ostromlom itt az ellenség főbázisát, ez még ráér. És már jó is. Szépen sebződik az ellenség. De egy torny a poénból. Meghajon azért ott az röpcsi is. Már sebződik a fényből, és az ellen senki nem tud tenni semmit. Ez után bújtlásod. Fejlesz. Véd a tornyot az életvára. Mindjárt meghal az ellenség főbázisa, ez nagyon jó. Ellenfél már nem is épít ágyukat, mert nem tud, mert nincs aranybányája, mert nekem van. Szépen így kell minden játékban felül kerekedni. Győzelem! Ez egy győzelemi jelleg. Nézzük a statisztikát, megint kikapcsolt a monitorom most már. Kicsit félek, hogy nehogy károsodjon ettől. Térjünk vissza ide a főmenübe, és lássuk, hogy melyik a következő nehézségi fokozat. 3-as nehézség, 4-es, hopp, hopp, az már parás, ez is 3-as. Kezdjük ezzel inkább. Szépen magyarul leírja nekem a szöveget, hogy mi a szituáció, hát ezt én nem szoktam elolvasni, de itt van a nagyon kis felbontású videó. Hát ez lenyűgöző.
Úgyhogy ennek tükrében fogok most játszani, fejlesztem ezeket az épületeket. Itt már látható egy közepes szintű harcjármű, amelyen ágyúcső, ez a kettes szintű egység, itt van egy közepes szintű légvédelem, valamint alapjáraton kaptam két közepes tankot. Ebből az ágyészségből lehet gyártani ide a tankokat, itt van egy aranybány, ezt lehet fejleszteni, itt van pedig egy ilyen adóvevő, ez folyamatosan szolgáltatja nekem a vadászokat, amely vadászokat majd ezen épületek elfoglalására is fogok alkalmazni. Egyből tovább küldöm az egységeket, hogy ezt foglalják el itt. Légvédelem az maradjon valahol itt. Tankok azok menjenek szépen arra felé. Ez a két tank jön ide. Azon látta, hogy ez is végrehajtva. Ez is tovább van fejlesztve teljesen, akkor fejleszt tovább azt is, léci. Lehet mindenfélét bombázni. Ellenségnek nagyon hatékony fegyvere van, neki is van vadásza, valamint bombázója, amit még nem fejlesztett ki. Kicsit para. Kettes fejlesztés nagyszerű, jön a pénz, rengeteg pénzem van, akár most is tudnék ágyukat csinálni, de azt majd meg kell szereznem. Most elfoglalom ezt a helyet, a tankok már indulnak is tovább, mert ezt nem kell itt végigvárni. Elfoglaltuk az épületet. Advancer azonnal fejleszt tovább, hogy jöjjenek a speckók. Vadász. Speckónak hívják ezeket, nem? Speckó, az a neve. Könnyű speckót kell ott gyártani. Hopp, itt jön egy közepes egység, hát ez hogy kerül oda? Ez véletlenül jelent meg, mert neki is volt így alapjáraton 1-2. Ez így van. Ez meg semmi sűrűs, nem lesz több. Ha csak ezt a bázist nem. Húzom le időben. Táncolókat oda helyezem. Elfoglaltuk az épületet, nagyszerű. Foglaljuk el tovább azt is. Ezt is elfoglaljuk majd alkalomattán. Berakok egyet tornyot viccből. Továbbfejlesztés végrehajtva. Továbbfejlesztés végrehajtva. Királyság, akkor ezt is gyorsan pörgessük fel, hogy nőjön a gazdaság. Itt lövöldöz egy ilyen randomság, ezt nem tudom melyre engedem. Klacs. Tolok még valamit. Oda. Még egyet. Ez kicsit pazarlása a rakétának, de... Na ez már komoly pazarlása a technikának. De ez a kis csávó az már is menjen oda a szírtre zúzni. Meg ez a nagy csávó is. Ja, hát itt van egy kis minimális damage. Bekapok, de ez van annyira. Egyes szintű fejlesztést tesz lehetővé, oda már nem kell látni az Advanced-t, helyette majd ide. Tovább fejlesztés végrehajtva, ez klassz. Vadász kész. Itt már ezeknek az épületeknek is műholdas védelme van, tehát az Advanced-ek számára érinthetetlenek. Arra szólni, hogy ráállás arra az rajta. Nem teheti meg. Nézzük, mit garázdálkodik az ellenfél Advancer-re, hát ő fejleszt. Küzdködik, hogy a bombázók mellett további vadászokat tudjon létrehozni. Ő fordul az ilyen. Ezt a gyárat meg kell szereznem. Sajnos ez rendkívül kritikus. Kritikus, kritikál. Pont ezeket hova küldjek ide.
vadász ki. Ez a negyed húzás nagyszerű. Ők is meg segíteni az húzni. Edvenszernek tulajdonképpen semmi dolga nincs mostantól. Első dolog, amint összegyűlik az 500, kettesével érkezik másodpercenként, amint összegyűlik az 500 ilyen kacak, fejlesztem a közepes tüzérséget. Tehát ez rendkívül kellemetlen. De szerencsére még időben sikerült kilőni a tástét, mielőtt kiszórhatta volna egész rakterét. Majd nekem is lesz lehetőségem bombázót küldeni meg triplert. Ezek nagyon klassz dolgok. És tudjátok hinni még, hogy milyen klassz dolgok voltak már 2000-ben a világon. Az Advancer eltűnt. Vagy ne tűnt volna el semmi dolga. Tudok vele mit csinálni. Elfoglalom. Holdas védelemmel van. Nem fontos. Á, ezt fejleszthetjük. Na, mostantól kezdve innen is jönnek a tankjaim. Itt van egy közös csomópont, és akkor majd onnan megyünk hadjáratra, hogyha eléggé felhalmozódott itt az egység. Ágyú töltelék. Próbálja bombázni az egységeimet. Ha elég jól szétoszlatom őket, akkor nem érhet túl nagy veszteség. Tovább fejlesztés végrehajtva. Továbbfejlesztés ott is végrehajtva, mindenhol végre van hajtva a továbbfejlesztés, minden gyára működik. Most már csak azon múlik, hogy mennyire szakszerűen irányítom az egységeket és mikor időzítek támadást. Tüzérségi vonalat. Maszka, így átjönnek, akkor nyugodjunk már meg. Kicsit új technikai szint elérhető. Értem. Mostantól kezdve ide jöjjenek az egységeink, kérem. Ezek a jók. Természetes kiválasztás lesz itt. Csak ezek a tankok fognak oda menni, a többiek azokat gyülekeznek továbbra is. És majd azok olyan impulzív támadásokat fog tolni, ha kell. Rendkívül jó az a játék, nagyon chilles, nagyon békés. Nagyon kis aranyos, mondjuk azért néha volt, amikor idegrohamot kaptam tőle már gyerekként. Ez volt az a játék, amikor volt, hogy tanórákon azt rajzolgattam, hogy milyen stratégiákat fogok követni majd, hogy sikerüljön legyőznem az ellenfelet, mert egyszerűen képtelen voltam néhány pályát megcsinálni. Azóta se tudtam egyébként csalás nélkül legutolsó pályát megcsinálni. Tehát ez még egy ilyen örök kihívás, de hát úgy már sikerült, hogy folyamatosan széveltem, meg betöltöttem, de az már egy csalás. De úgyhogy leültem és folyamatában végigjátszottam egy húzamban, az nem ment soha. Advancer meg sem. Arra? Hol van most az ellenséges Advancer itt? Hajlni. Szigacs! Tolunk egy speckó támadást. Advancer eltűnt. Fajl.
tudtam, úgy sem akartam használni semmire. Nem kapott eleget az a bombázó pofájába, halál előtt. Az Advancer Erdő. Azt kérdezsz, akkor gyere ide és játsz valamit. A hold meg. Össze-vissza kóvályognak a tankjaim, nem tudják, mi a szituáció. Hogy én megmondom, menjen mindenki oda. Most jól meghalnak. 300-as szintű a technikai szint, hát még azért kell várni kicsit. Állítom ezeket a tankokat, mert talán innen lehet lőni azokat a tornyokat. Vadász kész. Jó, ez a gyár, ez mehet ide. Folyamatban. Majd segít. Na, innen is lehet lőni, ez okos. Okos kis jószág az. De sem tudom, mit csinálsz ott. Sokat tank ilyenkor kialakul némi torlódás, ezeket meg kell oldani. Neki száguljon erre. Ilyenkor sokszor kell így kattintani, és akkor nagyjából oda mennek. Aztán persze újra benne torlódjanak. Létre kell hozni egy folyamatos áramlást, és akkor nem akadnak be a tankok. És akkor most jönnek. Persze, hogy lehet utána rakni. Bombázó fail. Ez segít kitisztítani az utat. Legalább itt szabad lesz bombajnak. Advancernek meg, mármint meg kellett halnia sajnos. Nagyon sajnáljuk. Egyébként nem ártana fejleszteni tovább.
akkor megállt itt a tank, kényszerelnek át. Megy a háború. Szépen mindenki vonul helyére, kb. Jó helyre. Szerelem nem is lehet. Csak támogatom a levegőből. Támadást nézzük, mennyit sebez. Hát eleget. Eleget. 4-5 bombázóval le lehet bombázni egy épületet. Nagyon jó dolog. Előfordul, hogy szükséges. Hát abszolút nem vagyok életveszélyben, ellenben az ellenféllel. Nézzük, mi történik, hogy műholdas védelemben ellátott épületet szeretnék megtámadni. Hal, sajnos. Tehát nem érdemes ilyennel próbálkozni. Helyett a földi egységet kell alkalmazni. Megrodjant a fépület nem sokára. Az ellenfél kilép a játékot is feladja. Rohamosan csökken az élete, ezt már nem sikerül visszaszereznem, cserébe megnyertem ezt a játékot. Na, most megnézem, mennyi ideje tart a stream, hát töményen egy órája, abban egy csomó szenvedés volt, még egy pályát bepróbálkozunk, ami ízelítőt adhat, hogy esetleg legyen a következő epizód. Nézzük meg ezt a pályát, itt van a mikrózásra tanít meg a játék, szerencsére abból kb. Penge vagyok. Ráadásul itt különlegesen könnyű dolgom lesz, a pályán csak három nehézség. Itt van a digitális felbontás, animáció. És bizony, a kijelzőn két új egység látható, ezek a lépegetők. Érkezik egy csapatszállító, további egységeket hoz számomra, két új egységet,
két Kodiak típusú lépegetőt, ezek pedig a Gepard típusú lépegetők, tehát nagyon-nagyon hatékonyak. Ezeket ajánlja fel a játék nekem, hogy elfoglaljam a térképet, apránként ezt fogom kivitelezni most. Itt már ilyen nehezebb ágyuk is láthatók. De ezek sem legyőzhetetlenek, viszont azért nagyon erősen meg tudják szórni az egységét, úgyhogy egy kicsit besegítek. Lépegetők azok sokkal gyorsabbak, mint a tankok. De ez nem kifejezett a problémát, egy toronytól már is elbúcsúzhatunk. Kezelésbe viszont a társat. Nem sokára ez a képgyár is van, az én oldalon fog dolgozni. Na hát ezeknek a lépegetőknek a hatótávolsága elég nagy, és tűzgyorsága is rendkívül gyors, ezeknek viszont alacsony. Mint nagyon nagy a tűzgyorsága, viszont kicsi a hatótávolsága ezek fedező egységek, ezeknek pedig nagy a hatótávolsága. Szintén ezek ágyúk. Adjunk előre. Egy pöppet. Hát ez a faj, amit el kéne kerülni. Kettes csoportokra fogom osztani ezt a bagást mostantól kezdve. Kisebb cafatokra tépkedem őket. Akarok áldozatokat. Feleslegesen. Ellenfél légvédelmétől. Támadjunk erre ezek szerint. A játéknak vannak ilyen technikai nehézségei, hogy itt nem látszik a kijelzőn semmi. Nagyjából itt vannak az egységei. Hát... Kodiak lépegetőknek nagyobb a hatótávolsága, mint a kis tornyoknak. De a másik toronnyal már nem bírkózik meg olyan jól. Azokhoz ezekre az ágyukra van szükség. Azoknak talán a hatótávolsága még ezeknek az ágyú... Aha, itt van. Ekkora a hatótávolsága, ezt meg kéne jegyezni ezt az értéket, és akkor Kodiak, akkor rá lehet venni magunkat a cuccokra, közben itt megpróbálok támadni. Kodiakok, támadjatok! Volt egy légitámadás, nem tudom hova. Még rengeteg egységem van a fű alatt. Ha itt egy kicsit ostromlok erre, jöhetnek ők is ide. Még egyel közelebb viszem. Ez már talán elég. Így mi. Kodiak, az még pont felveszi a harcot azzal a toronnyal. Nagyon király ez a játék. Nagyon király, nagyon szeretem. Nagyon sebződnek a lépegetők. De ennyi volt. Oké, lehet frontvonalat választani. Itt közben jönnek sajnos az ellenfelek. Itt van egy különleges lépegető, ennek az a neve, hogy Achilles. Nagyon para. Annak az a tulajdonsága, hogy rendkívül kicsi a hatótávolsága, viszont akkorát sebez, mint egy atom. Itt az ipari áram akkorát ütés, az megsemmisíti az épületeket együttésre. Itt tornyaim azok még egy kis ideig tartják, később majd lépegetővel kell majd bevédenem a fázis, most azonban a kemezői
Oké, folytatom a Blitzkrieg stratégiát. Szépen lerohanom az ellenfelemet. El kell eljutnom rohadt messze. De talán most már itt elején tudod venni majd az előre nyugulásának az ellenfélnek. Még azért elég sokáig ki kéne tartanom ezzel a néhány tankkal, mert ez még elég gyenge vagyok. Kodiákoknak lesz nagy szerepe az ágyuk ellen. Nem szabad, hogy érintkezzek ezzel az ellenséggel. Ez egyből megöl egy ilyen lépegető, ahogy van. Próbálom nagyon jól igazgatni az egységeimet. Tökölj meg! Kb. Addig, hogy elfoglalom ezt a két bázist, ezt a ventilátort ott el kell foglalni. Rendkívül hatékonyan játszom. Kodiákoknak a hatósugara már nem veszi fel a versenyt olyan jól azoknak a gépágyúknak hatósugarával, úgyhogy oda már a tankokat kell küldeni. Természetesen azért néhány lépegető itt lesz az előtérben. Fontos szerepük van. Szépen ki kell tapogatni, hogy honnan lehet lőni az épületet még pont jól. Kb. Ez a hatótávolság, ezt érdemes megígyezni. Kikodják, hogy előre nyomlom, a másik oldalt is el kell foglalni. Megképpen.
választ el már a győzelemtől, hogy ez hihetetlen. Osztjuk a damage-et minden tankkal, ez az optimális. Közben ott gyűlik a sereg. Lehet, hogy itt az a küldetés, hogy minden tankot ki kell nyírni a térképen. Innen épület le kell húzni. Onnantól kezdve, hogy az ellenfél nem fog ellenséget termelni, annak ez nagyon könnyű lesz. Még egy utolsó high-heal lesz, ki kell. De azt követően már csak nekem lesz olyan, azokkal lehet érdekes kukacot építeni, azt már elfoglalni kell. Írja róla a kisokos. Elfoglaltuk a díjat. És ennek nagyon örülök. Mindentől kezdve a játék már csak türelemjáték. Majd ki kell írteni az egészet, az egész bagást. Még egy remek mikrózást majd átélek. Közben összegyűltek el egy kis pici hadsereg, hát ezzel itt valamit alkotok mindjárt. Ez a helyzet. Vannak ilyen kis
elfogadja egység, itt van egy-két ilyen. Kolosszus, hát mi ez? Ahill lesz, lehet csinálni egy kis kukacot belőle. Érdekes módon az Ahill lesz, nem lehet meg sem isteni az Ahill lesz, tehát lehet ilyen kis rögtmozgó kukacot csinálni. Követik egymást szépen. Kukosan. És akkor lehet itt bővíteni a kis kukacot. Lehet bármilyen hosszú. Ahill lesz egymást nem tudja megölni szövetségesen. Hát nincs advancerem, akkor tolni kell majd ilyen blitzkrieget persze, ilyen kis szerencséjekkel. Majd lerohanjuk azokat a tornyokat, meg kell küldeni. Ti már neki is állhattok. Itt. Pedig pihenj, pedig nem tudom, kergetősz. Akcióban nem lendülnek arra. Pihenj. Na hát mindjárt vége. Ez a map most már innentől kezdve könnyű, tehát most már csak le kell zúznom ezt a keveset. És akkor nyerek. Toljunk egy frontális támadást. Két irányút. Teljesítmény, hogy ott jönnek a kodiákok. Már majdnem ez most el kicsit. Nem volt rossz. A kodiák az ható távolságon kívülről támadni. Felelően. Nincsenek partiban kis ágyuk. Jó, menjünk erre. És kolosszuk, hogy az Ahillesből álló kis csapatka itt már el van. Bevonatkozunk ide az ellenségnek a bázisára. Sihuhu. Meg itt jönnek a tankok, hogy leszedjék a világ vége gyárat itt. Nagyon jó játék ez a State of War nevű játék, kár, hogy nem sokan ismerték. Soha.
És amint ez az épület elesik, megnyerem a játékot. Na hát tulajdonképpen ennyi lett volna a mai alkalom. State of War nevű játékot szerettem volna bemutatni, ez végig is sikerült, hát ilyen faramuci módon megint, de legalább tapasztaltátok, hogy milyen. Ezzel a játékkal nyújtam fel, ez 2000-ben volt nagy divat. Szerintem nagyon klassz játék, ha tehetitek, próbáljátok ki. Csak ajánlom, tudom, mert nagyon szórakoztató. És hogyha majd úgy alakul, akkor lehet, hogy lesz majd belőle komolyabb videó, ahol már nehezebb pályákat is meg fogok mutatni. Na, köszönöm, hogy velem tartottatok, legyetek rosszak, sziasztok! Megkapcsoltam itt a képernyőn megint. Na csá!